A könyvtár több kulturális eseménynek szokott otthont adni, így például író-olvasó találkozónak, kötetbemutatóknak, valamint irodalmi esteknek. Áprilisban is minden korosztály számára készülnek programokkal a könyvtár dolgozói. Most szombaton lesz április 1-én egy közös programunk a Grassalkovics Művelődési Házzal. Ez egy húsvéti kézműves foglalkozás lesz az aulában, illetve a gyermekkönyvtárban pedig húsvéthoz kapcsolódó fejtörők és játékok várják a gyerekeket és az érdeklődőket. Ezen kívül ismét a könyvtárba látogat az Art Café Quartet, akik a kávéházi hangulatot idéző zenével készülnek. Emellett az intézményben lesz irodalmi est, kötetbemutató és könyvtáros találkozó is. Továbbá a költészet világnapjáról is megemlékeznek. Ez alkalomból Vásvári Zoltán fog hozzánk ellátogatni, aki a Balassagyarmati Palóc Múzeumnak a főmuzeológusa. Petőfi és Arany verseivel, emlékverseivel és az ő közös kapcsolatukkal kapcsolatos előadást fog tartani nekünk. A legtöbb esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Erről és a programokról bővebb információ az Ady Endre Könyvtár közösségi oldalán olvasható.